A Kárpát-medence valamennyi autentikus magyar táncának anyagával és lépéseivel is megismerkedhetnek azok a gyerekek és felnőttek, akik kilátogatnak a július 30-áig tartó programsorozatra. A tanulást képzett táncpedagógus szakemberek segítik. A foglalkozások során többek közt a bukovinai, a somogyi, a szeghalmi és a györgyfalvi táncokat tanulhatják meg a gyerekek, vagy tökéletesíthetik eddig megszerzett tudásukat. A táncoktatás délelőtt folyamán is van, 10 órától fél 10-től fél 1-ig, ugyanígy a kézműves foglalkozások is, a délután folyamán is 3 órától kezdődnek a táncoktatások, illetve a kemencézés foglalkozás, illetve a citera oktatás és az ének oktatás, délután pedig fél 5-től 7 óráig a kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők. A tábor ideje alatt kipróbálható és elsajátítható az agyagozás, bőrművesség, csipkeverés, csúhézás, fafaragás, gyékkényezés, gyöngyfűzés, kemencézés, kosárkötés, kovácsmesterség, nemezelés és szövés minden fortéja. Az önkormányzat a rendezvény megtartása mellett a tábor területét is fejlesztené. A megyei fejlesztési ügynökség koordinálásában pályáztunk turisztikai fejlesztésre. A Harangodon egy új szociális blokk fog majd elkészülni az Eckler Dezső tervei alapján, hogy ez fontos kiemelni, hogy a Harangodon van egyfajta építkezési stílus. Azt fogjuk folytatni, ez egy 100 millió forint körüli fejlesztés lesz, egy új épület, ahol a Harangodra táborozni érkezők, illetve a Harangodon minden nap pihenni vágyóknak a vizes blokk, szociális blokk, WC problémáit oldja meg. A tábor ideje alatt minden este hajnalig tartó táncház és bál segít kikapcsolódni az összesen közel 1000 látogatónak. A jövő hét szerdán pedig a Tükrözzenek arat koncertet a tábor lakóinak.